És majd igyekszek minden karakterről mondani azért egy-két szót, hogy azért úgy kit láthattok majd a színpadon. És mindjárt meg is kapjuk a zenénket. Elsőként Miharut láthatjátok a színpadon, mint Iron Scale Sivana. Sivana a sárkány és az ember egyesületéből született félvér, egész életében tartozni szeretett volna valahová. Az üldöztetés azonban kegyetlen harcos faragott belőle, s aki Sivana útjába mer állni, megtapasztalhatja a benne lakozott tüzes szörnyetek haragját. Tapsot kérek szépen neki! Ő volt tehát Miharu és Iron Scale Sivana. Most pedig a színpadon Hora, aki Pool Party Leonát cosplayezi. Leona egy bátor harcos, aki a csatában a nap pusztító erejével sújt le az ellenségre, és a legsötétebb csatákban is képes elvinni a fényt. És hol tud kikapcsolódni egy vérbeli harcos? Természetesen a tengerparton. Nagy tapsot kérek szépen neki! Köszönjük szépen! Harmadiknak, aki érkezik, Galaxin, aki Pool Party Sonát cosplayezi, ő pedig egy originál cosplay, saját maga tervezte ezt a skint. A nyári hőség természetesen Sonát is egy hozzáillően szolid fürdőruha viselésére késztette. A néma zenész hölgy hangszerét fagylaltos pultra cserélte, melynek hangfala kedvenc nyári slágereit játsza, támogatóhoz méltóan pedig erősítő és frissítő fagylaltokkal segíti társait. Nem hallottatok, de a fagyiskocsi szlogenje szól belőle. Negyedikként pedig majd Kathleen-t láthatjuk a színpadon, mint Mafia V, ami szintén egy originál skin. Robróból lesz a legjobb pandúr, vagy mégsem? Vi ezúttal csíkosat öltött magára, hogy elkapja Pit Lover gonosztevőit, és természetesen hatalmas ökleit sem hagyja pihenni. De vajon a mindent elsöprő erejéről híres Vile képes lesz-e megmaradni a jók oldalán, vagy örökre fekete-fehér marad az öltözéke? Most pedig, nem tudom, következőink figyelnek-e? Következik a fiú, aki legyőzte az időt. Ekkót láthatjátok. És nem is akárhogyan, egy nagy tapsot kérek szépen neki. Az erős csatározásokban jeleskedő orgyékos a hosszabb harcokban tud igazán kibontakozni, ahol mozgékonyságának és tömegirányító képességeinek ügyes alkalmazásával fokozatosan végez a lelassított és elkábított ellenfelekkel. Most pedig ketten következnek, Sachi Pastelboy és Zoe, Kindred bárány és Kindred farkas. Kindred az örökké valóságvadász, akinek korát nem ismerjük, édes hangjával csábít, de vigyázz vele, mert sosem tudhatod, mikor csap le rád.
most következik Rókuc, mint Midnight Ári. Ári egykor róka volt, aki vágyott arra, hogy emberi lény lehessen. Napjaikban 9 farkú rókadémonként járja az idézők szurdokát, elcsábított, gyanútlan lelkeket gyűjt a magának. Te vajon megmenekülsz előle? És most következik Szona újra a színpadon. Igen, Ári visszakapja a szívecskéjét. Kukin Szona következik, aki a Rift zenésze, Roxy személyében. Minden harca egy koncert. Fegyvere az Etval és javarész támogatónak áll. Szeretnél részt venni a koncerten? Ülj hát le és fülej! Most pedig Siromi következik, mint Frostfire Annie. Te is játszanál? 2 éves korában Annie teljesen megbabonázott egy ágymedvét. A megkövült erdők vérszomjas lakóját, aki attól fogva a kísérője lett. A medvéje Tibbers a mai napig mindig vele van, és Annie gyakran elbűvölten játékmackóként hurcolja magával. Most pedig Momo következik, mint Victorious Civil. A viadal úrnője hírhett és könyörtelen zsoldos. Rendíthetetlen bátorságának és határtalan becsvágyának köszönhetően jelentős hírnévre tetszett. Mérlegelnie kell, hogy ezek után is saját útját akarja járni, vagy magasabb rendű örökségének terhét veszi inkább vállára. Most pedig Angéla következik, mint Victorious Morgana. Létezik egy távoli világ, ahol szemkápráztatóan kecses szárnyas lények élik örökkévaló életüket. Morgana azok közé tartozott, akik a világ ellen fordultak, amiért bukottként bélyegezték meg őt. Mára egyetlen célja maradt, legyőzni Iker testvérét. Most pedig itt van velünk Nami, mint Dragon Trainer Lulu. Lulu a szurdok tündérboszorkánya, egy játékos Bioshield. Más hősök pengéket, lőszereket használnak a harchoz, míg ő kis állatokká varázsolja el az ellenséget. Most pedig egy gender band, az egy nem megváltoztatott nemű cosplay következik, még pedig Drevent láthatjátok a színpadon. És újra egy Annie következik, Frostfire Annie, Bitter Blue. És a játékmaci újra vele. Következik Crazy, mint Lollipopi. Egy kis édességet valaki. Van egy porong is valahol. Kicsi porong. Van-e porong? Eltűnt a porong. Jó. Akkor poró helyett mindjárt. Nézzünk Katerinát. Van nekünk Katerinánk. Ivját láthatjátok a színpadon, mint Katerina. Nagy tapsot kérek szépen neki is.
Látom, megérkezett a River Spirit Namink is, viszont neki egy kis segítség kell majd, hogy feljusson a színpadra. Úgyhogy az egyik erős segítőnk. Mindjárt meg fogjátok látni, hogy miért olyan bonyolult ez. Érkezik. Csak azért egy nagy tapsot megismerem már, csak azért is, hogy ezt bevállalja. És megcsinálta. Nagy tapsot kérünk szépen neki. A dzsungel titkos ligetéből Nami a folyami lélek, aki igéző hangjával magához csábítja a kóbor lelkeket. Bizalmukba férkőzik, ám mosolya megtévesztő. Gyengéden átöleli, majd lassan magával húzza a feledés mélyére áldozatait. És a fiúknak, ha szeretnél lemenni. No, és ők voltak a jelmezőségünk, viszont szeretnénk a lányokkal, legalábbis a lányok közül néhányal egy kicsikét beszélgetni a League of Legendsről, a játékról, hiszen vannak köztük játékosok is. Vannak-e akkor köztük olyan jelentkezők, bátor jelentkezők, akik bevállalnák ezt a beszélgetést? Közben én is felmegyek a színpadra. Egy picikét velük beszélgetni, ugyanis ők játszanak is, aktív játékosok is egyben, nem csak a cosplaybe bújtak. És egyrészt én is teszek majd fel nekik kérdéseket, másrészt tőletek is várjuk a kérdéseket. Igazándiból szerintem körbeadom majd a mikrofont, és kezdjük azzal, hogy ki mióta játszik, hogy milyen rendszeresen játszik. És én körülbelül 2013-ban ismerkedtem meg a játékkal egy kedves barátnőmnek köszönhetően. És hát voltak kisebb-nagyobb szünetek, kihagyások, és hát van, amikor csak így a napi egy győzelmet tudom lefutni, vagy még azt sem, mert a cosplay elég sok időt elfoglal. De azért igyekszem minél többet játszani, szeretnék egy kicsit magasabb divíziókba is eljutni végre valahára. Szuperként nem könnyű. Én igazából 2012-ben kezdtem el játszani, kisebb-nagyobb kihagyásokkal. Hát most éppen Silver 4-ben vagyok, mert a vizsgamunkám miatt sajnos nincs időm játszani. Viszont nyáron szerintem ez meg fog változni, úgyhogy már alig várom a nyári szünetet. Sziasztok! Hát én tulajdonképpen kevesebb, mint 2 éve játszom ezzel a játékkal, és hát jelenleg én is szilveres vagyok, mert nekem sincs túl sok időm játszani így az egyetem mellett. Igazából ennyi, amit el lehetne mondani, de majd valamikor jutunk feljebb is. Sziasztok! Én nem rankedezek, szóval én úranked vagyok, mert én úgy gondoltam, hogy még szeretném így normális lenni és nem idegeskedni. Lassan 2 éve játszom, hát így luxal vagyok, hát őt szoktam használni legtöbbször és midezek, de néha szupportkodok is. Az volt a kérdés, van hangom? Van hangom, egyszerű. Szóval az volt a kérdés, ki mióta játszik? Jaj, mióta játszom? Ja, hát, ez hangos. Hát szerintem egy olyan másfél éve, most már, Satzper kb. És volt, hogy ki milyen divízió, jó. Hát én most jelenleg tavaly óta vagyok, mert most kezdtem el játszani, ezért Silver 2-es vagyok, de utálok rankedezni, mert ahhoz nekem nincs agykapacitásom, hogy én rankedezzek, mert
ha elveszítjük a meccset, akkor észre tudok rage-elni, tehát az nem nekem való a maga a ranked, úgyhogy én megmaradok a jó barátokkal 5v5 PvP, és akkor a ranked azt majd azt hagyom. Mely hősökkel játszotok? Szerintem akkor folytassuk is ezzel. Ki milyen hőssel szeret játszani? Azzal a hőssel játszotok-e, akit cosplayeztek? Igen, nagyon sokat. És ezzel a skinnel igen, nagyon sokat. igen, ezzel játszom. Simona, legtöbbször ugye dzsungelbe viszem. Akkor rengeteg ugye Sorokának is volt, és van cosplayem szintén. Azzal is rengeteget játszok, és azért is választottam. Van a Kaylee, akivel szintén cosplayeztem, és szintén rengeteget játszottam vele. És egyéb finom karakterek, de azok még csak terben vannak, hogy fogom őket cosplayelni. Én Katarinával nem szoktam játszani, nem szeretek. Morganával szoktam játszani, Lux-szal, meg Sorakával, vagy Arival. És hát eddig mindig olyanokat szépíztem, akikkel egyáltalán nem szoktam játszani. De most terve van még ugye egy Dark Mage Sorak, egy ilyen original skin-es, és egy Arcade Ar is. Hát igen, nálam is a slusszpoén, hogy most mides karakter vagyok. Egyébként szeretek vele játszani, de még annyira nem tudok, tehát tanulófélben van, de egyébként support main vagyok. És Soraka, Leona, ők ketten úgy a maineim. Emellett szoktam még így namizni, szonázni, meg hát így elvétve nem tudom kipróbálni mindenféle supportot, mert azért szeretném is szélesíteni ezt a skálát. Emellett még van egy Jinx cosplayem, ADC-zni baromi béna vagyok, és van egy Nidalee-m, és dzsungelezni se tudok, de hát ennyi. Én mainelem Sonát, szóval ugye én a mainemre költöztem, minden skinje megvan, nagyon szeretem. Emellett volt Lux cosplayem is már, egy időben őt is maineltem úgymond, de aztán ugye a Mage gyengítés miatt sajnos ez így elmaradt. Viszont majd tervezek még egy Lux cosplayt, és hát majd lehet, hogy vissza is térek Luxhoz. Amúgy ADC vagyok elsősorban, és másodrangban support, de majd szerintem a supportot is elkezdem erőltetni jobban. Hát én Sona main karakter vagyok, de én az a tipikusan support, tehát én nem tudok másra játszani, csak supporttal és azzal, aki távolsági. Úgyhogy ez elég sok problémát is szokott okozni nekem. Viszont hogy a három lolos cosplayem van, és mind a három karaktert ismerem már azért, tehát úgy játszogattam vele, ha más nem botok ellen. Úgyhogy ugye Ari az egyik, a másik pedig a Ezreal-nek egy szép fiús kinézete. És akkor egy olyan kérdésem lenne felétek, hogy amikor cosplayeztek, mi szokott előbb megtörténni, hogy megtetszik egy skin és cosplayezni akarjátok, és ezért akarjátok utána megismerni, milyen vele játszani, vagy előbb szerettek bele a karakterbe, és utána jön az, hogy annyira szeretem ezt a karaktert, hogy cosplayezni szeretném. De előbb szerettetek bele a skinbe, és utána jött a cosplay, vagy előbb jött a cosplay, és utána játszottatok? Hát nekem előbb a skin, de ott is vagy az artwork fog megmaradjon, vagy maga az ötlet, tehát az alapötlet, mint például. Jó, azt nem cosplayeztem még, de ugye a Pool Party Leona az nekem hatalmas nagy ötlet. Nagyon tetszik. És az adta az ihletet ugye ehhez a kinézethez is. Fú, én már nem is emlékszem, hogy a Sonának például először a skin tetszette meg, vagy a maga tényleg, tehát hogy megvolt. Nem emlékszem, tényleg 2 éve volt, nagyon régen. De amúgy általában úgy szoktam dönteni, hogy játszok vele, megkapom, vagy megveszem, és utána, hogyha nagyon megtetszik, akkor így elgondolkozok, hogy mi lenne, ha esetleg. És ebből a mi lenne, ha-ból általában cosplay is lesz, szóval általában, hát igen, ez így marad. Nálam ez úgy zajlott, a legeslegelső cosplayem, a Jinx, az azért jött létre, mert bár nem vagyok egy nagy ADC, de megláttam a karaktert, és elolvastam, hogy ki is ő, miért olyan, amilyen, és egyszerűen annyira megtetszett ez az őrült karakter, annyira magamének éreztem, hogy mondom, nekem ezt muszáj. Meg hát én is ugyan a Ropi vagyok, mint ő, szóval egy kicsit testhez álló is volt. A Nidalee-nál ez úgy zajlott, hogy
Hát akartam valami kicsit hát hasonlóan lengét, mint a Jinx, hogy ha jobb idő van, akkor legyen mit felvenni még a Jinxen kívül. És hát a Nida az mindig is tetszett, mert szerintem gyönyörű szép karakter, őt azért csináltam meg. Ari pedig hát barátom main karaktere, és hát őt kérdeztem meg, hogy figyelj csak, mi lenne, ha csinálnék egy Arit, és mondta, hogy hát egy Midnight Arit azt megnézne tőlem. Úgyhogy hát ez meg is valósult, úgyhogy most így láttam az arcát, amikor kijöttem az öltözőből, hát leesett az álla. Hát én előbb kezdtem cosplayezni lolos karakteret, mint mielőtt játszottam. Ugye egy Valkyr Leonával kezdtem. Először is megnéztem, hogy a játékban az összes karaktert, hogy melyiket Magyarországon nem csinálták meg, mert nem szeretek annyira ilyen mainstream cosplayeket csinálni. Most persze pont kataként mondom ezt, de most úgy gondoltam, hogy egy ilyen egyszerűbbet összedobom. Hát először én inkább meg szoktam nézni, kereskedtek, és ami megtetszik, utána játszok vele maximum játékban, de általában inkább azokat cosplayem, ugye, akikkel nem szoktam játszani. Inkább jobban szeretem az egyedit, és azért fogok két olyan original skin-es lolos karaktert is a jövőben tervezni. Hát ez nálam nagyon változó, tehát nagyon sokszor előfordul az, hogy van egy karakter, kijön, és nagyon-nagyon megtetszik, és mi lenne, hogyha megcsinálnám belőle, meg cosplayt csinálnék belőle, aztán rájövök, hogy elkezdek vele játszani, rájövök, hogy nagyon nem tudok vele játszani, de semmi gond, addig fidelünk, ameddig nem fogok tudni vele játszani. Rókuc, ez így van, igen. A tímom a legjobb, a tímom feed a legjobb. Az az én feedelek, na mindegy. De tímot nem fogok soha cosplayelni. A lényeg az, hogy nálam általában mindig úgy van, és legtöbbször inkább úgy van, hogy meglátom a karaktert, beleszeretek, és azután kezdek el vele játszani, aztán kiderül, hogy nagyon nem megy, de azért is. Csak azért is. Mielőtt a cosplayeikről kezdem faggatni a lányokat, nektek van-e kérdésetek hozzájuk? Akár játék kapcsán, játékstílus kapcsán, telefonszámot nem ér kérdezni. Ki a legnagyobb feeder? Ja, bocs! Na, szeretnétek-e kérdezni tőlük? Ha nem, akkor elkezdem a cosplayeikről faggatni őket. Olyan kis bátortalan mindenki. Tehát látjátok, nincs kérdésük. Félnek. Nincs kérdésük hozzátok. Igen, mert félnek, és azt hiszik, hogy nem hiszem, hogy nem vagytok semmire sem kíváncsiak. Hm? Azért ültök itt, mert unatkoztok, fogadjunk. Mert nincs máshol hely, ahol üljetek. Nagyon bólogatnak elől, ez nem fér. Ezért legalább egy kérdést fel kell tenned, de a telefonszámos kérdés nem lehet. Jó, akkor kérdezlek egy kicsikét a cosplayről benneteket, úgyis arra van a mikrofon. Ki mennyit dolgozott a ruháján, mennyi idő volt elkészíteni, és ha a sztorikra majd lehet mondjuk vicces sztorit is mesélni, mennyi idő volt, és mi volt az, amikor úgy nagyon, volt olyan, amikor szétrugdaltátok volna, vagy bármi vicces sztori történet? Hát én elég sokszor rúgtam bele a cosplayembe. A sérülés nyomok egyébként, nem tudom, látjátok. Igen. Van valami, amelyik tényleg úgy keletkezett, hogy ő nem volt ott, de az oda került. És azt mondom, jó van, akkor megfestem, mert tök jól néz ki, hogy mindjárt úgyis leesik megint, tehát nem fog eltörni. A lábrúgás nyománi horpadás. Igen. A ruha kb. 4 hónapig készült. A sérülések, mint mondtam, hogy voltak elég vicces dolgok, hogy belerúgtam egy jó párszor. Az alsó állkapocs, a Lívia megfogja az állkapcsomat, az alsó állkapcsot, az a felső. Vagy az. Tehát az most alsó kezdünk biológiai vitába bonyolódni, alsó és felső állkapcsok. Na hát igen, szóval az alsó állkapocs azért volt vicces, mert ez elméletileg egy darabból lett kivágva. Utána nem úgy nézett ki, ahogy én akartam, ezért ideges lettem, három felé vágtam. Nem éppen szimmetrikusan. Ez remélem, hogy annyira most jelenleg nem látszik, próbáltam, hogy ne látszódjon. Három felé vágtam az idegességem miatt, és három felé rúgtam, tehát hogy fogtam három felé, elvágtam, leraktam a földre, és így tehát elrúgtam. Tehát fordítok, hogy így készíts cosplayt, fogsz valamit, elvágod három felé, és három felé szétrúgod a szobában, és utána reménykedsz, hogy lesz belőle valami, és remélhetőleg olyan lesz belőle, mint amit most visel. És hogyha három felé vágtad, akkor pont ilyen lesz belőle. Miután összeragasztottad és csiszoltad elég sokáig, utána még voltak nagyon-nagyon kellemes pillanatok, paróka,
mutatom hátra és hátra fordulok. A parókának van ez a szépsége, hogy van a hátul a haján páncél. Nem tudom, hogy miért. A játékban... Azért, hogy védje a hajad. Nem értem, hogy a haj végem nem fog eltörni. Nem, ezt én megmagyarázom, ez azért van. Ezt biztos animékben, meg úgy drámai filmekben sokszor szoktátok látni, hogy a főhősnő így harcol a csatában, majd jön egy kard, és így levágják a haját. És akkor rövid haja lesz az addig hosszú karakternek, és akkor a dráma szokott lenni. Tehát ez egy Mulán, itt mondják a Mulán, ez mindig egy nagy dráma. Na most ez ezért van. Nem, nekem nem azért van rövid hajam, nekem nem nőtt hosszabbra. Neki alapból levágták egy csatában, vagy valami. Na már most ez a parókán lévő páncél, nem volt vele semmi bajom, amíg nem került az utamba. És ez úgy történt, hogy nem sikerült, a parókát ugye megvásároltam eBay-ről, levágtam olyan, amilyenek a karakternek kell. Igen ám, de nem úgy állt, ahogy akartam, ezért fogtam, és belerúgtam az a parókába, illetve a... Kezdődik a rúgdosás az elejétől kezdve. Lerúgtam először a földre, aztán belerúgtam, aztán felvettem, észrevettem, hogy eltört ez a páncélra. Nem tudom, hogy mennyire látszik. Szóval ez el van törve egyébként. De nem látszik? Jó. Az a baj, hogy innentől kezdve szinte biztosak vagytok benne, hogy az a cosplayes, mint faj, az egy agresszív kis állat. Tehát innentől nem, kezdve... Ez attól függ. Ez attól függ, mennyire nehéz, amit csinálsz, mennyire gyorsan kell elkészítened, hogy bemutatóra elkészüljön, és hogy mennyire szeretnéd tökéletesre csinálni. Na de ez nálam minden összejött a különböző női problémákkal. Nem részletezem, de a lányok tudják, miről beszélek. Megint a biológiánál kötöttünk ki. És ezt összevegyítve nem igazán volt praktikus dolog, úgyhogy nagyon sok helyen eltör. A páncélt el tudtam törni nagyon sok helyen, miközben ez igazából nem lehetne eltörni, de én, nekem sikerült. Úgyhogy ilyen rugdosós esetemben eltörős, illetve mosógéphez vágós dolgok is történtek. Úgyhogy... Most meghallgatjuk a többi lány sztoriát. Megnézzük, hogy ők is rugdosással készítik el a cosplayeket. Katarina, ez úgy volt, hogy még korra szerettem volna megcsinálni, de egy héttel találtam ki, hogy én ezt most meg fogom csinálni. Aztán egy utolsó nap így próbáltam, hogy így hátha, de mégsem sikerült. És akkor így halogattam, nem csináltam semmit, és így tegnap így reggel egy eszembe jutott, hogy el kéne így kezdeni, és így megcsinálni a vállam elvértet, meg ilyeneket. Szóval így áthívtam barátomat este, és akkor ilyen hajnali 2-3-ig csináltuk, és így reggel fölkeltünk 7-kor, és akkor befejeztük, szóval az a mellvért, a vállvért és a rögzítések, ez mind mai, tehát friss. Tehát szintén fordítok, tehát játszok egy kis tolmácsot. Ha nem jöttet, ha elvágtad háromfele rúgtad, és még mindig nincs cosplayed, akkor jön a következő eset, az pedig az, hogy felhívom a barátomat, barátnőmet, hogy szia, holnap rendezvény, nekem kell egy cosplay, ugye átjössz? Ez a második technika. Én ilyen mazoista vagyok, igen, miharózis átmentem, és neki is megpróbáltam segíteni. Igen, ha az első barátnőt, barátot kirúgott, akkor menj a következőhöz. Egyik csak befogad. Igen, én rájöttem, hogy ilyen mazoista vagyok, mert így kb. Mindig a konnel egy utolsó egy héttel így készülök, hogy na, így el kéne kezdeni, és be kéne fejezni. De hát eddig így kétszer nem sikerült befejezni, de most már próbálom időben elkezdeni. Hát ugye az a cosplay, ha úgy veszik, akkor ilyen hát teljes dolgozás ideje 3 nap, de úgy 2 hét ugye hozzányúltam meg ilyenek. Hát én mondtam barátomnak, hogy becsókolok neki, hogyha ez egyben marad így a nap végére. Már ugye a karvédőm lejött, mert nem fogta meg a ragasztó, de így még egyben van, szóval még boldog vagyok. Én még nem rúgtam bele, majd később. Hát, nekem is tegnap este fejleződött be tulajdonképpen ez a cosplay, ugyanis tegnap este készült el a gömböm, meg akkor vartam fel az utolsó kis, nem mondom milyen szörmel csíkot a palácsnak az alsó szegélyére. Hát az is egy érdekes eset volt, mert a farok az egy dolog volt, ez az egész, amit láttok, ez körülbelül 2 hét masszív, éjszaka 3 órákat alvós, hisztizős, sírós, kézösszel szurkálós, vagdalós, ragasztós, kalapálós,
mindenségnek az eredménye. A kis fia cosplayer jár. Igen, tehát ez tök normális. Cosplay csinálsz, sírsz, kész. Én mint aki szintén dolgozok műszermével, egy kérdést fogok neked föltenni. A szörmevágás után hogy néz ki a szőnyeged most? Az konkrétan úgy néz ki, mint ahol legyilkoltak, és megnyúztak, és megkínoztak egy hordányi perzsa macskát. Körülbelül. Meg leborotválták őket, igen. Tehát úgy nézett ki. A szőnyeg még egy dolog, de hogy az ágy alól én akkora, nem porcicákat, portigriseket szedtem ki, hogy hihetetlen. És a legszebb az egészben, még a farok egy dolog volt, mert az a drótos fás, tehát én életemben először fúrót használtam, flexet, meg ilyeneket, ami úgy állt a kezembe, hát elég hülyén, de azért megoldottam. És a másik, ami egy gyönyörű szép történet volt, az a varrás. Mert én varrógéppel most vartam először. És igen, és nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok. Roxinak az anyukája tanított meg engem tulajdonképpen szabásmintát használni. Tehát az ő segítségével lettek ezek a dolgok kiméretezgetve és rámérve az anyagra, de tulajdonképpen csak ennyi segítséget kaptam. Mert minden más tök egyedül csináltam, meg hát kaptam jó tanácsokat. Például, hogy ezt a combigyót, mi is az? Gabona pelyhes kartonnal merevítsem ki, mert különben össze-vissza nyekleni fog a lábon. Igen, itt kezdődik az a része, hogy a cosplayes mindent felhasznál, ami a háztartásban a keze ügyében. Tehát a gabona pelyhes doboz, egyébként a versenyzőink között volt már olyan, aki leszette az ERESZ csatornát, mert neki éppen valami hasonlóra volt szüksége. Úgyhogy a cosplayes ebben is nagyon jeleskedik, tehát ha barátnőtök, barátotok, gyermeketek, valakitek cosplay, és akkor dugjátok előle a házban az összes olyan dolgot, tehát a falat lebontják. Tehát ez a mindent felhasználni nem rendeltetésszerűen. Abszolút. Ami kell, azt rejtsétek el, tehát. És a legszebb harcom az a gombos tükkel volt, amikor vartam mindenhova, felgombos tűztem a szörmét, hogy álljon normálisan. És ott keresgéltem ugye a végén, hogy kizeregessem őket, és rendszerint mindegyiket az újbegyemmel találtam meg. Na, az fájt. Úgyhogy hát ez tulajdonképpen az én kalandom. Az egész így zajlott le. Úristen, szerintem az enyém ugye a legkalandosabb, mert ez tényleg két év munkája. Ebben volt tényleg minden sírás, kézösszeégetés, snitzer pengéje beletört az ujjamba is. És az vicces volt, mikor így nevetve szaladtam könnyen, hogy anya, nézd az ujjam, és így elájultam, nem bírtam a vért. Ez is már a második prototípus a kis hangszeremnek, úgyhogy volt vele meló rendesen. Sírva festés is volt, mert nem látszik távolról, de az összes ilyen szegés az be van mintázva nullás ecsettel aranyakrillal. Szóval egy elég hard dolog volt, amikor megcsináltam, és suliba is vittem magammal, a tanárok meg így, ez mi? Te grafikus vagy. Én meg, hát most divatos lettem. Úgyhogy volt olyan, hogy beültem hozzájuk varni, stb. Nevettek rajtam egyet, hogy jó, semmi gond, megbocsátjuk. Úgyhogy, hát ez ilyen vicces két év melója volt. Hát ahhoz képest, hogy nekem ez tavaly nyára már elkészült egy alapverziója ennek az egész cosplaynek, hát ahhoz képest én még tegnap este szintén dolgoztam rajta. Maga a pult alapja az körülbelül egy hét alatt készült el Mioruval együtt, tehát az ő segítségével kettesben, mert elég sokat kellett kiválni ezeket a lyukokat, és hát az nem volt könnyű. Az legnagyobb problémám egyébként a szoknya alja volt, ahol nem tudom mennyire látszik, hogy ezekhez a podrokhoz ez egy lószőr nevű anyagot kellett használni. Na most az egy ilyen eléggé merev, damilrács-szerű cucc, és ezt ki kellett feszítenem két kézzel, elől-hátul a varrógép alatt, és 7 méternyi anyagot átvarni. Tehát... Bocsánat, csak attól közben megy a szitkozódás a végén, mert látom, van, aki nem képes ülni, és féltékeny az ülni tudó társaira. Gonoszak. Tehát igazából a mostanság ugye a díszítés került fel rá, a festések, ezeket a hangjegyeket, tehát ez egy létező dal egyébként, és ezt körülbelül 2 napig festettem az összeset rá, meg minden más egyéb díszítést. És ugye használjuk fel, ami a szekrényben van, ami a konyha szekrényben van azt is, ez hivatalosan fagyis kehely. Házi, rendesen meg lehet belőle fagyit enni. Na, még mindig nincs kérdés itt a közönségben. Még mindig nem vagytok elég bátrak.
Senki nem mer kérdezni. Nem. Akkor igazániból szerintem még egy utolsó kérdést dobjunk be, és utána mindenkit útjára engedünk. Vannak-e akár fotózásokról, vagy rendezvényről vicces sztorik, tehát akár vagy az utcán, hogy utcán cosplayben, vagy itt a rendezvényen, bármi, ami vicces dolog. Én is kezdek egy, én amikor fotózni voltam az egyik cosplayemben, akkor azt tudni kell rólam, hogy én nem szeretek, tehát így a... Tehát rendezvény keretein kívül cosplayben mászkálni, mert az emberek úgy szimán hülyének néznek. És kiment, ezért a reggel 7 órát választottuk, hogy kimegyünk a parkba fotózni, mert akkor biztos nem lesz ember. Hát az első ember, akivel találkoztunk, az a parknak az egyik őre volt, aki a teknős békáját sétáltatta a terepen. Ne kérdezzétek, hogyan. Erre odajött, hogy szia, csinálnál a teknős békámmal egy közös képet? Azóta van egy teknős békával közös cosplayes fotóm. Nekem most a legfrissebb vicces élményem az az, hogy ugye, hát a karakter, én nem vagyok ennyire melles, mint a karakter, és ezt így elárulom akkor, hogy ez hungarocell gömb, tehát ez ilyen nagyon kemény gömb, és igen, ahogy ez most látszik, mindenki tapogatja, mindenki fogdossa. Tehát ez, az öltözőben is ez zajlik, de már odakint is szemérmetlenül, mindenki megfoghatom, megnézhetem, és így hát mindenki a melleimet fogdossa. Fú, hát nekünk szerintem már elég sok ilyen vicces sztorink lesz. Pont velünk is tegnap esett meg, ugyanis hát a River Spirit Naminak gondolom láttátok a szikláját. Hát mi azt szerintem Zuglótól egészen az Őrsig végig sétáltattuk az utcán az emberek legnagyobb meglepődésére, mert a kerekeihez ugyanis be tudunk akasztani egy ilyen kutyapórásszerű akármit. Sétálni vitték a sziklát. Szóval igen, megsétáltattunk tegnap egy sziklát. De például az esportpesten volt olyan is, hogy majdnem leestem a lépcsőről így orral erőre, és úgy kellett elkapni. De tehát mikor rám néztek, hogy jól vagy? Mondom, igen, jól, mert... És ez az, hát olyan fehér vagy, mint mögötted a fal. Én ott így meglepődtem, mert hát ugye én nem látom magam kívülről, és így képeken néztem, hogy azta. Igen, megesik az ilyen. Ezt a kérdést egyébként a kis sziklával is el tudtam kezdeni, hogy jól vagy? Persze, csak sétáltatom a sziklámat. Igen, az, mikor valaki beszól, akkor izétől, hogy rossz szikla, és fejbe mered vele. Hát nekünk Roxival van egy nagyon közös, nagyon vicces közös fotózásunk, ugyanis ő beöltözött Harley Quinnnek, én meg Joker voltam, de tehát nem a... Mit tudom, ilyen genderbent verzió, vagy akármi, ne, rendes crossplay volt, tehát én pasinak voltam maszkírozva, hátrafogott haja, lefújva zöldre, maszkulinabb voltam, mint nem tudom, valaha, és így kicsit érdekes volt, ott kimentünk Debrecenbe, mert kint a Nagy Erdőn csináltuk a fotózást, ott van egy ilyen parkosított rész, ahol van egy nagy tó a Nagy Erdőn, és hát így rohangáltunk fel alá, én ugye ott fasziként, és akkor így cipeltük magunkkal az ilyen, mi volt nálunk? Baseball ütő, hentes bárd, belező kés, meg minden ilyen furcsaság, éles kés volt rá, és meg jó, hogy nem hívtak ránk senkit. És akkor így jött az ötlet, hogy odaértünk, van egy ilyen kis ízes és szerű rész, odaértünk, és akkor kipakoltunk minden, na, kezdjük a fotózást, és akkor Viktor a Tony Hawk Pictures-től csinálta a képeket, ez itt a reklám helye, és az első pár képet előttük, és így állunk, és hát úgy valami hiányzik. Valami nagyon hiányzik, és így pont úgy álltam, hogy volt egy lépcső, és így volt rá felrakva a lábam, és hát így rájöttünk Roxival, hogy valami hiányzik. Úgyhogy először előszedtük Miharunak a kis, nem tudom milyen, mi volt az ilyen kis cica kesztyű, vagy nem tudom mi. Na, azzal próbálkoztunk, de aztán végül egy konyharuhát tömködtünk be a gatyámba. Mert hát az egy Joker csak férfi, nem? És így a sétáló emberek körülményre, tehát ezt kisgyerekes családokat mászkáltak, ezt végignézték, meg azt is, hogy hát ugye én, mint lány, ehhez nem vagyok hozzászokva, ezért ugye hát az ott mászkált jobbra-balra. Fiúknak gondolom ismerős a helyzet, igazgatni kell, csak nekik vannak erre praktikáik, nekünk meg ugye nincsen. Úgyhogy hát így beálltam tervező, és így premier plánba igazgattam a kis konyharuhámat. Megint a biológiánál tartunk. Igen, megint a biológia. És ezt ugye megint mindenki végignézte, és hát így elment előttem egy kisgyerekes család, és így néztek, hogy én mit csinálok, és hogy nézek ki. Na, az nagyon vicces volt. Hát igazából ez az egy van, ami nagyon extrém volt. We'll be right back.
nekem kettő ilyen vicces sztorim volt, amikor hát a Városligetbe mentünk el ilyen Loli karaktert, ilyen Demon Lolit fotóztatni. Hát, hogy így lyukatában 100 cm-es hosszú lila hajjal, kisminkelve így elég vicces volt. És akkor ott fotóztunk, és ugye mivel ez egy ilyen őszi pályázatra készült, ezért én úgy gondoltam így augusztus közepén, hogy én faleveleket akarok, barna faleveleket, és én úgy akarok egy képet csinálni. És ez úgy nézett ki, hogy barátommal így összeszedtük az összes levelet, amit itt találtunk a ligetbe, és így ez a 3-2-1, és így földobtuk, és így kapd el ezt a pillanatot, ha tudod. Azóta is megvan az a falevél, amit az egyik lyukatába, a ujjába beleesett, és az még mindig otthon van, mert hogy az ilyen nagy emlék. A másik pedig konután volt, amikor így ilyen csezireket, ilyen full macska ruhában, így kimentünk a KFC-be, és így ez a pillanat, amikor hogy ül egy pár ott a sarokban, és így végig cosplayer az összes széken, és így néznek, mi ez a sátánista rituálé. Próbálják a kis sült krumplit enni, mi meg ott izé röhögünk, hogy itt félnek tőlünk, mert mindenki ott parókába, cosplayben, ruhába, mindenbe. Hát én nagyon sajnáltam őket, de szerintem túlélték és kijutottak. Nekem konkrétan az egész életem egy vicc, úgyhogy... úgyhogy nálam mindig történnek olyan dolgok, ami számomra már annyira megszokott, mások azok széjjel röhögik magukat. Konkrétumot én esküszöm nem tudok mondani, mert az életem minden egyes percében van olyan, ami Roxy, Gala, Rokuc és... Itt a kedves kérdezek konkrétat. Neked mennyi kutyaszőr van a páncélba beépítve, mert az enyém tele van macskaszőrrel. Okoztál-e már allergiás reakciót valakinek? Várja. Aha, találtam már kettőt. Tehát, hogy igen, nekem a kutyám nagyon-nagyon szereti hullajtani a szőrét, mert úgy gondolt, hogy ő Mexikóban jobban érezni magát. Így rengeteg szőr van mindenhol az egész lakásban, és előszeretettel van az, hogy építek egy páncélt, jó, igen, ebből eszembe jutott, igen, így falagasztoztam éppen egy páncélt, és nem is tudom, hogy mennyi kutyaszőr volt benne, és amikor elkezded lefesteni metál akrillal, vagy bármilyen metál színe, vagy minden milyen színűvel a páncélt, látszanak alatta a pici csíkok, és úgy csinálni, mintha azok a pici csíkok direkt lennének benne, pedig nem, egyáltalán nem direkt van, és ezt kimagyarázni, hogy az direkt van, ezen is látszik, majd megmutatom, de az direkt ott van, az a dizájn része. Így van, tehát meg lehet számolni az előadás után a kutyaszőröket. Jó, szeretnék egy nagy tapsot kérni szépen itt a lányoknak, mára mi búcsúzunk, és folytatjuk az MMORPG történelmével egy előadás formájában. Köszönjük szépen!